szeretnék mutatni, szerintem nincs belőle nagyon sok emberre. 98 karácsonyra készült, óriási 10 darabos példányszámba, mert ezzel szerettük volna megmutatni, hogy szerintük érdemesek ezek a versek arra, hogy kiadásra kerüljenek. Elolvasnám az előszó elejét. Én írtam, úgyhogy. Sok kedves ajánló szóval illethetném a lekötetben található verseket, mégsem ezt teszem, mert megteszik helyette maguk költemények. Másrészt ilyen kötetekhez neves írók, költők szoktak előszót írni, akik maguk is gyakorolják a művészetemben nemes válfaját, emiatt még inkább tudják értékelni az ajánlott műveket. Én csak szerény olvasóként és a kötet tördelő szerkesztőként a legjobbakat mondhatom, és jó szívvel ajánlom mindenkinek. Büszke vagyok rá, hogy annak idején, amikor ez az első 10 példányos kötet megjelent, akkor én adhattam címet gyakorlatilag utána, amikor a nagy példányszáma megjelent igazi könyvek, ugyanaz a címe lett a lélegzenéje. Sajnos ebből már tudom, hogy nincsen, lehet kapni. Viszont most egy meglepetéssel készültünk. Hallgassuk meg akkor most az unokát, aki az elején a vízre is szerepelt. És aki szó szerint már érett nő, lassan 4 napja, 5. És én vagyok a gonosz mostohája, aki belehajszoltam az éneklésbe, hogy szerintem tehetséges, és hogy lépjen nagymamája művészi nyomdokaiba. Köszönöm, és te is nagyon elvetesen itt. Akkor hozzáfűznék valamit. Én nem verseket írok, azonban énekelni fogok, és arra gondoltam, hogy a nagymamának az egyik versét. Úgy volt, hogy ez a vers nem lesz kiállítva, de most találkoztam vele, hogy mégis ki van állítva, úgyhogy nem lesz akkor a meglepetés, hogy melyik ez a vers. A Napfény című vers lesz. És annyit még mondanék, hogy egy barátommal csináltuk hozzá a zenét, úgyhogy kifejezetten homemade alkotás lett. Kiállítás, és az sem sűrű szerintem, hogy két ennyire különböző korosztály egymásra találjon. Révés Sándortól, aki az egyik kedvenc énekesem, idéznék egy pár sor, a lejjemi is kedvenc, szintén. Csak próbában szigorúan, hogy feloszlassam ezt a nemes célból összegyűlt tömeget. Te könnyedel a költők bánatán, és eltűnődsz a szónok mondatán. Te érzelmekben élsz, mindent elhiszel, csak azt nem, ami egyszerűen szól. Én szeretlek, ez a verszak eredeti vége, de én megváltoztattam úgy jelen esetben, én szeretem, mint ez a két ember alkot. Nem elvontak, egyszerűen szólnak, nem fennhéjazók, és mégis tisztán.
Azt nem tudom, tudjátok-e egyébként, hogy a hóhért is akasztották. Henny kitalálta, hogy egy párképet ő is elhoz a kiállításra, amihez nem volt vers, és felkérte Icát, hogy kölcsön írjon róluk, amit ő gondol róla. Hát most ugye megfordul az eredeti szöveg, a költő akkor azt gondolta helyett azon, hogy a festőművésznél akkor azt gondolta, hogy lehet, hogy ezt majd idézhetjük később, de inkább fogalmazunk úgy, hogy ismét találkoztak a nagy szellemek, újabb szép versek születtek. De hallgassuk meg szerintem helyettem az eredeti tizenvalahány versből Kili Tamás előadásában, akinek sokkal jobb hangja van, mint amit. A szülői szeretetről. Lelkünk hófehér virága nyíljon minden hajnalon. Szívünk összes dobbanása örök napként ragyogja. Test és lélek összeforva boldogságra neveljen, két karunknak ölelése biztonságot teremtse. Így neveljük gyermekünket, hazánk büszke fiának. Szeretettől duzzadó szív békét hoz e világnak. Ima a beteg gyermekért. Ó, te kedves gyermekem, imára kulcsolom kezem. Beteg ágyatnál megállva lehajtom a fejem, így. Lázat, könnyet, lemossa Istenünknek mosolyog. Felettünk, mint napsugár, fényárban ő tovaszán. Betegségtől szabadulva, unokámmal játszadozva, imára tanítgatom, mikor érkezik az alkon. Hálát mondok mindenkinek, óvó, védő kezedért. Vélek csendben beszélgetve véges száll a hűszínűben. Tücsökzene. Esti félhomályban tücsökzene. Szívedet alvitusával van tele. Szállnak a napok, az évek velünk. Tücsök mondja, mindig együtt leszünk. Felbukkant az alkony az ablakon. S vele sok virág illata belson. Nyugtató illatok szállnak a légben, békességet adó csendes hal zenében. Te is várod, mit hoz a holnap eléd. Talán téged is elér a távoli messzeség. Ő vágyaid valóra válhatnak, virágok illatai hozzá is várnak. Szívedben is vágy, hal zene szól, lelked mélyén egy hanggal játszol. Várod csendes nyugalommal megint, hogy az álom szemedre fáknak derít. Az utolsó. Henriettnek szeretettem. Repes a szívem, ha a képekre nézek, hisz a verseim így lettek meg téged. Ezernyi színek cikáznak a vásznon, gyönyörű, mint megvalósult álom. Élőkké vált sorokat köszönöm neked, vezesse kezedet az éltető szeretet. Elhoztad a tavasz, de didergő télbe, örömvirág nyúlott szerető szívedre. Lelkedbe hordozott csillagok sugarát, a nap is a fényét ragyogtassa reá. Légy boldog örökké, mindig elégedett. Néked adta Isten egy csodás tehetséget. Imával kérem, mindig legyen veled. Jutalmazza meg kegyesen az életet. Most megint beleszólt, hogy nem érnék a nőtosok. Sokan írnak verset, meg festenek is. De kevesen tartanak ki szerintem az első ihletek után. Szerencsésnek tartjuk őket, hogy Isten adta képességük van, de nincs az a szerencse. Szerencse az, amikor a tehetség találkozik a kitartással. A tehetség találkozik a kitartással. Kívánok még nagyon sok hitet, erőt és kitartást mindkettőtöknek, mert tehetségetek megvan. Köszönöm szépen!
És akkor kombinál a szerencsétek is lesz. Én nagyon örülök annak is, hogy ilyen szép számmal összegyűjtünk ünnepelni a művészeket és a művészetnek ezt a fajta közös összefonódását. Tervek között szerepel az, hogy a hölgyek lehet, hogy kiadnak egy olyan kötetet, amiben felváltva vannak, hogy egymás mellett szerepelnek a képek és a versek. Mondtam, hogy van-e olyan közöttünk, aki szívesen hazavinne egy ilyen albumot. Biztosan. Jó hírem van egyébként, hogy csináltunk egy pár olyan képet, ahol rajta vannak a festményeknek ilyen apró változatai, és mellette a vers, amit haza lehet vinni, ki lehet rakni akárhol, vagy dísznek, vagy akármi. És egyébként jó lehetőség arra is, hogy ennek a kiállításnak a létrejöttét is támogassuk, de előzetesen a költségekhez hozzájáruljunk. Szerintem kedvező áron értékhez juthat mindenki. Kint külső asztalnál fogjuk kirakni ezeket a képeket, szerintem nézzétek meg, a jópofára sikerültek. A festmények azok nem eladók, sajnos. Egyébként azt tervezik a művészek, hogy ez egy vándorló kiállítás lesz, tehát visszük tovább majd valahol máshova is. És akkor milyen hülyén néznek ki, mondjuk egy vers festmény nélkül vagy fordítva. Úgyhogy ezért nem eladó, lehet, hogy később majd a művésznek azt mondják, hogy igen, de most még nem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a művészek nevében is, hogy eljöttetek. És kérem, hogy fegyeszetek a süteményekből, a bort, a üdítőből, ami ott a hátsó asztalában kitált. Olyan jó szívvel fogyasztátok, mint ahogy készítették őket. És akkor innentől visszamogázott, hogy legyen probléma senkinek. Én azzal zárnám, amivel a húgom lelkipásztor, és ő szokott dolgokat prédikálni, ami úgy egyszer azt prédikálta, hogy nem szereti ezt a kifejezést, hogy kellemes, hogy kellemes ünnepeket szoktunk kívánni egymásnak, mert az olyan langyos, és egy olyan semmilyen érzést képvisel. Helyette én azt mondom mindenkinek, hogy szép és boldog estét kívánok. Thank you.